Szerbusztok, szép jó estét mindenkinek. Örülök, hogy ilyen nagy számban megjelentünk ezen a visszavonuláson és a dharmabeszéden. Olyasmiről szeretnék beszélni, bevezetéskép, amely szerintem mindannyiunkat foglalkoztat, de mint emberek, mint emberiség úgy évezredek óta nem tudunk ezekkel a dolgokkal mit kezdeni. Az első, ami mindenkinek már a születésétől fogva nagyon fontos, ez a biztonság. Hát legyen biztonságos a szülés, legyen biztonságos a gyermekneveltetése, legyen az iskolarendszer, a jogrendszer, a gazdasági rendszer, a politikai rendszer biztonságos. És nézd meg, hogy mennyi erőfeszítést tettünk a közeli és távoli múltban azért, hogy ez a biztonság kialakuljon, és mennyire nem sikerült ez a mai napig. Ez nem azt jelenti, hogy az erőfeszítés hiába való volt. Talán azt jelenti, hogy az erőfeszítés mellé még valami másra is figyelnünk kell. A rendszeralkotáson kívül valami egyébre is figyelnünk kell. Ugyanilyen erővel törekszünk a kiszámíthatóságra. Az üzleti tervektől kezdve a különböző szerződésekig, akár társadalmi, családi vagy egyéni szerződés egy másik egyénnel, törekszünk arra a kiszámíthatóságra, amelyik ugye megjósolhatóvá teszi, hogy mi történik velem 1-2-3-4 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva. Egyénileg, családilag, társadalmilag, az élet minden területén. Miért nem valósulhatott meg az a biztonság és az a kiszámíthatóság, amire az emberek annyira vágynak? Kilépsz innen vasárnap, és elolvasod a híreket, és azt fogod látni, hogy a malajziai légitársaság 17-es számú járata nem teljes egy nappal ezelőtt rakétatalálatot kapott Kelet-Ukrajna fölött, és 295 ember életét vesztette. Hogyha most más vidékein vagyok a buddhista színképnek, lehet, hogy én ülök a gépen, ugyanis én ezzel a géppel jó párszor utaztam. Amsterdam-Kuala Lumpur járat, és amikor Malajziába jártam tanítani, akkor ezt elég gyakran használtam. Még emlékszem a stewardessek arcára, emlékszem a gép belsejére, a finom ázsiai vegetáriánus kajára, amit kaptunk. Ennyi volt. Akik felszálltak, nem tudták, hogy mi fog történni velük. Különben nem szállnak fel. Tehát mennyire kiszámítható és mennyire biztonságos az életünk? Mi hiányzott ebből? Hiányzott a radar? Hiányzott a légi útvonal? Hiányoztak a szerződések? Mi hiányzott? Az a biztonság hiányzott, ami csak belőlünk, mint emberekből fakadhat. Az a kiszámíthatóság hiányzott, ami csak belőlünk, emberekből származhat. És itt már, hogy így elnézem, azok, akik éltek eleget, már átéltek válságokat. És a válságok pontosan arról híresek, hogy nem tudod őket kiszámítani, és a válság idején nagyon kevés emberben bízhatsz meg. Ettől válságok. Tehát ha akkor te saját magad nem tudsz megbízni önmagadban, és saját magad számára egy világos, kiszámítható irányt nem veszel föl, akkor a válság meg fog semmisíteni. Megsemmisíti azt az ént, azt a személyiséget, ami eddig működött, de ezek után nem fog, mert nem volt belül egy olyan biztonságos jelenlét, egy olyan kiszámítható irány, amit akkor is fölveszel, hogyha a külső körülmények ezt nagyon megnehezítik, vagy úgy tűnik, hogy lehetetlenné teszik. Valójában válsághelyzetben mutatkozik meg, hogy te valójában ki vagy. Békeidőben mindenki nagyon könnyen jár bulizni. Mindenki nagyon könnyen mosolyog, szórja a pénzt és a mosolyokat. És amikor igazából válsághelyzet van, akkor derül ki, hogy te ki vagy, és valójában kik a barátaid, kik azok, akikre számíthatsz, kik azok, akikben bízhatsz. Ezeket a válsághelyzeteket nem szeretjük. Nagyon nem szeretjük.
Pedig pontosan ezek a helyzetek azok, amelyek nagyon komoly személyiségformáló erővel is bírnak, amellett, hogy rongyá zúzzák az addigi életedet, az addigi határaidat, az addigi énképedet. Az igazi kérdés nem az, hogy hogyan tudod ezeket a válságokat elkerülni, mert nem tudod. Aki erre a földre születik, akinek emberi teste és tudata van, annak van énképe, életvitele, elvárásai, álmai, és szükségszerű, hogy mindezek következtében válságba is jutunk. Nem csak a nagy dantei válság, az is nagyon kemény. Az élet részterületei, amikor családról, munkáról, kapcsolatokról van szó, és nem egy összegzisztenciális vagy identitás válságról. A válságok hatalmas energiát szabadítanak föl, és csak a te felkészültséged, lélekjelenléted, belső erőd és tisztaságod az, amely a robbanó anyagot üzemanyaggá tudja változtatni, amely az atombombából atomerőművet tud csinálni. Ez mindig a mi döntésünk. A karmád nyersanyaga nem jó és nem rossz, nem robbanóanyag vagy üzemanyag. Azt te döntöd el, hogy mire használod egy adott pillanatban. És a döntések nagyjából a következő két alternatíva között dőlnek el. Magamért élek, vagy mások fontosabbak. Tudok-e a személyem és a csoport, család, társadalom, emberiség, ezek között tudok-e egyensúlyt találni? Vagy elmozdulok az egyik szélsőségbe, hogy csak én vagyok a fontos, és mindenki más nem érdekel, elszigetelődik, elmagányosodik, és gyakorlatilag vége, elvágta a saját energiaforrásait. Vagy a másik szélsőség, hogy mintha én nem is léteznék, és csak a társadalom, csak a család, csak a másik ember fontos, és ekkor válunk kapcsolatfüggővé. És ekkor teljesen a semmiért kizsigereljük magunkat, és ezt a másik nem is fogja értékelni, sem a főnököd, sem a társad, sem a szülői generációból azok, akiknek te tálcán feltállaltad magadat jó olcsón és feltétel nélkül. Tehát mi a megbízhatóság és a kiszámíthatóság gyökere? Honnan leszünk azok? És az első és legfontosabb dolog az, hogy ismerjük önmagunkat. Amikor ide bejössz, senki nem írta ki az ajtóra, hogy ez egy könnyű műfaj. Annyit hallhattál az előzetes bevezetéskor, hogy ez egy felnőtt műfaj, aki még nem felnőtt, abból felnőttet csinál. Az önismeret felnőtté tesz. Az öncsalás egy állandó infantilizmusba visszataszít. És az az önismeret, amit a belátással szerzel, a saját karmád, a saját lelked meglátásával szerzel, az pótolhatatlan. Azt senki nem tudja neked megadni. Miért? Mert azzal az önállósággal kezdődik és végződik, ami eredetileg a tiéd. Azzal kezdődik, hogy az önállóság lehetősége felvillan előtted, és azzal végződik, hogy már másoknak is tudsz segíteni, valójában nem végződik soha. Ezt a szellemi önállóságot, világosságot és az ebből következő minőségeket szinte a végtelenségig tudjuk és kellene használnunk, pusztán azért, mert ezen a bolygón sokkal, de sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. A statisztikák borzasztóak. Tehát, ha megnézed, hogy az elmúlt 3000 évben hány szent emberünk volt, hány terroristánk volt, hány száz év megvilágosodott társadalmunk volt, hány ezer év sötét középkorunk volt így a földtekén, a statisztikák borzasztóak. A 7 milliárd emberből, aki most itt emberi testben van, hányan törekednek a felébredés, megigazulás, megváltás felé, és hányan szeretnének csak úgy élni, látszólag minden különösebb ambíció nélkül, a statisztikák borzasztóak. Tehát sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedésünket, semhogy egy tartós, kiszámítható, biztonságos, megvilágosodottabb periódusban élhetnénk. És éppen ezért nagyon fontos, sőt a legfontosabb, hogy a te lelkedben, a te tudatodban mi zajlik. Mert előbb-utóbb ez fog a környezetedben is történni. Előbb-utóbb olyan helyzetbe kerülsz, ahol a lelked társat, táplálékot talál, ahol adhat is és kaphat is. Nem mindegy, milyen csatornán és milyen frekvencián.
A válságban hozott döntések a nagy sorsfordító döntések. Úgyhogy tessék ezekre nagyon figyelni, és nem várni mazohista módon a válságot, mert akkor nem jön. Hanem készülj fel arra, hogy komoly kérdések érkeznek hozzád belülről és kívülről, és mire ezek a kérdések elérkeznek, addigra egy pár válasszal légy kész. Ilyenek lehetnek azok a kérdések, hogy hol van az a határ, amin te képes vagy átlépni. Mit engedsz meg magadnak, és mit nem? Milyen személyiségé válsz, és mi az, amit nem engedsz be magadba? Mi az, amit meghaladsz, és mi az, amivel itt maradsz? Mi az, amihez ragaszkodsz, és mi az, amit elengedsz? Tehát ezek a kérdések azok, amiket nagyon jó egy befelé tekintő meditatív tevékenységgel tisztázni, ahhoz, hogy amikor élesben megy az élet, ahol nem lehet hibázni, vagy a hibák visszafordíthatatlanok rövid távon, ott úgy tudj dönteni, hogy egy nem dualisztikus, tiszta, bölcsességgel és együttérzéssel bíró tudat legyen az alapja, ne pedig a félelmed, haragod, agressziód, kapzsiságod, tehetetlenséged, és egyéb ilyen nagyon-nagyon szélsőséges állapotok. Az, hogy ezt az alapot, igazi emberi tudatunkat elérjük-e, ez csak is rajtunk múlik. Szerencsénk van annyiban, hogy a buddhák, bodhiszattvák, pátriárkák és egyéb tanítók ránk hagyták azt a tudást és azt a hagyományt, amelyet művelhetünk, ami élő, világos és utat mutat nem a biztonság és kiszámíthatóság felé, hanem egy mélyebb önismeret és világismeret felé, és ezen keresztül egy teljesebb emberibb élet élése felé. Ahhoz már itt mindenki élt eleget, hogy tudja, hogy a mulandóságot, a kölcsönös függést és a befejezetlenséget vagy tökéletlenséget nem lehet fölülírni. Aki emberi testbe született, emberi tudattal bír, előbb-utóbb belátja, hogy ezek, mint az égő fákja a puskaporos hordók között, előbb-utóbb elérnek minket, mint tapasztalat. A kérdés az, hogy amíg a fákja ég és eléri a puskapor felszínét, addig mit csinálsz? Mit csinálsz a lélek fényével? Mit csinálsz azzal a belátással, ami akarva akaratlanul, de a tiéd? Mit csinálsz azokkal a tapasztalatokkal, amelyek jöhetnek az érzékszervek sebességével, és jöhetnek a tudati belátás sebességével belül? Azt nem kell mondani, hogy melyik a nagyobb. Azt nem kell mondani, hogy melyik megy mélyebbre. Amikor ide bejössz, és egyszerűen megpillantod azt a szabályrendszert, ami itt a visszavonulások alatt és a mindennapi életben van, akkor rájössz, hogy ez nem véletlenül ilyen szoros, nem véletlenül szigorú. A forma őriz valamit, ami a formán túli. A gondolat közvetít valamit, ami a gondolatot meghaladja. Az itteni élet közvetít valamit, ami életen és halálon túlmegy. Az mindenkinek az egyéni döntése, hogy mennyit szeretne ebből kapni, mert pontosan ugyanennyit kell leadnod magadból. Mindennek ára van. Ennek is. Ha ragaszkodsz a véleményedhez, ha ragaszkodsz az egyéni elgondolásaidhoz, akkor nem tudsz fejlődni. Hogyha mersz föltenni kérdéseket és mered meglátni a választ rá, akkor fejlődsz, mert kihúzod azokat az akadályokat, amelyek eddig nagyon is támogató nézeteknek és segítő gondolatoknak és tápláló érzelmeknek tűntek, de a hozzájuk való ragaszkodás kerékkötőd volt. És ekkor mentálisan elhagyod azt az otthont, amit a saját énednek vagy egoitásodnak lehet nevezni. Na, ez a legnehezebb. Nagyon könnyű a hajat levágni, nullásgép kérdése az egész. Nagyon könnyű elmenni Koreába, ha a repülőutak biztonságosak, 10-11 óra és ott vagy. Nem ez a nehéz. Az igazi nehézség az, hogy fel tudod-e adni a fixa ideáidat. Vissza tudsz-e térni egy egyszerű és tiszta tudathoz, hogy az ég kék, a fű zöld, a padló barna. Ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. Mert a világ nem ebben a tudatállapotban él. A világ abban a tudatállapotban él, tisztelet a kivételnek, hogy ha valaki éhes, akkor inni adok neki, sőt, bele is fullasztom. Hogy az én egem kékebb, mint a tiéd.
az én füvem zöldebb, mint a tiéd, és hogyha mégis a tiéd lenne zöldebb, akkor kiírtam. Így működünk nagyrészt, mint faj, mint emberiség, és hogyha ebből fel szeretnénk ébredni, magunkon kell kezdenünk a munkát. Ezt a beszédet nagyon nagy részt ti már értettétek és hallottátok, mielőtt elkezdtem a mai tanítást. Azoknak kellene meghallani, akik még nem jöttek el hozzánk, vagy bármilyen szellemi helyre, hogy felmerüljön a kérdés, hogy milyen irányban szeretnék menni, hová viszem az életemet, milyen döntéseket hozok, milyen társat választok, kiben bízom, miben hiszek. Tehát ezeket a kérdéseket, ha mered föltenni, akkor megvalósulhat az, hogy nem valami írásgyűjteményre támaszkodsz, és nem valami könyvből akarod az abszolút igazságot kiolvasni. Részigazságokat mindenhol találsz. Az abszolútot kívül nem találod meg. Tehát merünk-e lélektől lélekig dolgozni? Merünk-e közvetlenül az ember tudatára irányulni? Merünk-e rákérdezni arra, hogy mik vagyunk mi valójában? És ha igen, akkor megvalósul a tudattól tudatig, lélektől lélekig való kapcsolat. Ez az igazi átadás. Ez a dharmának az igazi terjedése, külső formától teljesen függetlenül, de mindig valamilyen külső formát öltve. A felébredés tehát nem más, mint igazi önvalónk megtapasztalása. Semmi más kritériuma nincs, de ez éppen elég nagy. Amit az előbbi négy gondolatban hallottatok, az az ennek a négy alapelve. Ha ezt az alapelv gyűjteményt figyelembe vesszük, megtartjuk, és az eredeti értelmét megtapasztaljuk, akkor lesz az életünk biztonságosabb és kiszámíthatóbb, mert önmagunkkal tisztában vagyunk, és amennyire jól látjuk magunkat, annyira tudjuk a másikat is, a többi embert is, a világot is jobban látni. Amit magad elől elfedezel, és szándékosan eltakarsz magad előtt, azon a vakfolton a világ is megvezet. Azon a vakfolton a világ is becsap. Tehát, hogyha olyan dolgok történnek veled, amit te nem láttál előre, nem számíthattál ki, ami traumatikus tapasztalat, akkor nézd meg, hogy mi az, amit belül nem látsz. Mi az, amit még nem vettél észre. És azt magadban tisztázd. Arra merj rátekinteni, rákérdezni. És előbb-utóbb eloszlik az a karma, amely a külső figyelmeztetést, a külső csapást, a látszólagos külső válságot hozta el számodra, azért, hogy szembesülj ezzel. Mindig választhatsz úgy, hogy eltakarod a szemedet. És mindig választhatsz úgy, hogy kinyitod a szemedet. És ez a hely, ez a visszavonulás, ez a meditáció pontosan arra jó, hogy nyisd ki a szemed, a lelked szemét, a tudatod látását. És ez az egyetlen egy út, nagyon sok formában, nagyon sok tanítás képviseletében, ami egy érettebb és felnőttebb személyiséghez vezet, egy megvilágosodottabb emberhez és emberi társadalomhoz vezet. Néha az ember azt hinné, hogy ez lehetetlen, amikor nehezebb idők járnak. De pont ezek a nehezebb idők hozhatják ki belőled, hogy te nem vagy hajlandó az összes többi lemminggel együtt a szakadék felé menni. Hogy mersz megfordulni, hogy mersz befelé tekinteni, és mersz alternatívákat választani úgy, hogy az kívül alig látható. De belül, a lelkedben, a közvetlen kapcsolataidban már másképp élsz, már másképp élünk. Kevesebb düvel és kabzsisággal, kevesebb téves nézettel, világosabb, tehát bölcsebb és együttérzőbb tudattal. Ekkor tudunk segíteni egymásnak. Ekkor tudunk segíteni a világon. Egyébként nem. Egyébként a legjobb szándék is egy újabb kő, egy újabb betonlap, egy újabb autópálya szakasz a pokol felé. Jó drágán. Úgyhogy ennyit szerettem volna a nem létező külső biztonságról és a külső események kiszámíthatóságáról mondani, és hogyha most bármiféle kérdésetek van, akkor arra megpróbálok válaszolni.
Mit lehet abban az esetben tenni, ha egy embernek egész életében szüksége volt egyetlen egy másik emberre, hogy biztonságban érezze magát, és bármit csinált, ezt nem tudta leküzdeni? Hát az első... Ha az akarat megvan, akkor ez legyőzhető-e? Az első nagyon fontos teendő az, hogy legyünk konkrétak. Van általános ember? Van általános másik ember? Van általános függőség? Na, ugye nincs. Tehát éppen ezért, hogyha teszel egy ilyen nagyon szép gesztust, és felteszel egy általános kérdést, akkor én nem fogok erre értékelhető választ adni. Mert nem tudok. El lehet pingpongozni általánosságokat, csak mit érsz vele? Semmit. Megpróbálod lefordítani a ki nem mondott konkrétumokra, és akkor buksz, mint Rottenbiller. Mert nem lefordítható. Az általános és a konkrét két külön állatfaj. És az európai kultúrának az állandó bukása az, hogy az elméletből akarta levezetni a gyakorlatot. És olyan mocskos, rúd diktatúrák születtek, hogy az borzasztó. Miért? Mert az a fránya gyakorlat sose igazolta vissza az elméletet. És akkor mit csinálok? Ugye, levágom hamupipőkének a különböző lábujjait és sarkát, hogy belemenjen a cipőbe. Tehát lehet, hogy nem társadalmi ideológiák közé kellene az emberiséget szorítani, hanem kísérletet kéne tenni, hogy ráébredjünk önmagunkra, és az lenne az az alapos, konkrétumokon alapuló tudás, ismeret, tapasztalat, ami alapján kommandírozni tudnánk önmagunkat és segíteni másoknak különböző szervezeteken és egyebeken keresztül. De amíg ez az önismeret nincs meg, és helyette általánosságokban és ideológiákban vagyunk csak képesek gondolkodni, ezek a konstrukciók soha nem fogják a valóságot nem csak hogy lefedni, hanem alapvető önismeretünket sem fogják megadni. Tehát ezért ne legyünk általánosak, mert az elméleti és a valóságtól elvont, terméketlen abstrakció. Legyünk nagyon konkrétak, nagyon őszinték, és akkor ér valamit. Oké? Okay? Nekem még lenne egy megválaszolható kérdésem. A koanokról, hogy ezek a koanok hogy születtek, és a választók... Nehezen. Tehát... Hát ugye a Bibliát is megírták valahogy, biztos, hogy ez is megszületett valahogy, és kiadta meg rá a válaszokat. Hát, hogy a koanok hogyan születtek, amikor ilyen kis apró koan magvakat látsz magadban, akkor azt megöntözöd a türelem vizével, csak hogy kihajt a történetnek a hajtása, a növény. Magyarul olyan ellentmondásokat, olyan paradoxonokat találsz magadban, amelyeket az élet körül rak valamilyen szituációval, kapcsolattal, feladattal. Amikor paradoxon tapasztalsz, akkor tudod, hogy a konvencionális gondolkodás és tudás nem működik. Ezért paradox. A doxa az úgynevezett bevett tudás. Angolul established knowledge, ez a doxa. Az ortodoxa, magyarul ortodoxia, az a szent és elfogadott tudás gyűjteménye. Ortos és doxa együtt. Na most, a para az azt jelenti, hogy nem az a para, amitől félsz, hanem az a para, ami úgy mellette úgy megy, vagy fölötte. Tehát nem a megszokott tudás szerint működő. Ez a paradox. Tehát lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Tehát ez egy alapvető paradox, Hamlet bele is halt. Tehát nagyon fontos, hogy ne halljunk bele a paradoxon érzetébe és tudásába, hanem próbáljuk meg elemelkedni az ellentmondások síkjáról. Tehát a paradoxon, hogyha rosszul kezeled, akkor olyan, mint az a kard, amit az élével magad felé így használsz. És akkor megvágod magad. Túl sokat gondolkodunk rajta, kognitíve vagy itt érzelmileg szeretnénk megoldani, namcson macskája, középhaladók. Mennyi érzelmi választ adtatok rá? És mennyire sikertelen volt? Ugye? Vagy pedig
a paradoxont jól használod, és nem gondolkodsz rajta, és engeded, hogy az illúzióidat vágd ketté. És akkor az intuitív, nem dualisztikus tudatod, nem kettősségekre, ellentétekre alapozott tudatod, az kerül a felszínre, végre. Letakarítottad a karmát, guánóját róla. És akkor az elkezd világosan szépen tükrözni. Kevés kivételtől eltekintve ma mindenki volt interjún. Mindenki megízlelte, hogy ez milyen. Aztán, hogy megfekszi a gyomrodat, vagy sem, azt majd eldöntöd. Sokat gondolkodsz rajta, megfekszi. Nem gondolkodsz rajta, nem fekszi meg. A koan egyébként egy tanító eszköz. Arra csinálták, hogy a gondolkodás fájjon. Mert nem tudod a gondolkodással megoldani. És az érzelmeid, hogyha körülrakod az érzelmeiddel a koant, akkor így jól égessenek. Tehát leszoktat a ragaszkodásról, leszoktat az állandó gondolkodásról, leszoktat az állandó érzéki, érzelmi káoszról és körforgásról, mert nem tudod velük megoldani. És képzeld el, ott vagy Namcsong kolostorában több mint 1000 évvel ezelőtt, és a keleti és a nyugati fertály nagy szerzetes csoportjai veszekszenek egy kis macskán. Namcsong megunta, azt mondta, ide figyeljetek, és kihúzta a fogadalmi kését, amivel a novíciusok hajtincseit vágta le. Mondjatok ki egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, megölöm. És ott állt mindenki, mint Bálám szamara, senki nem szólt semmit, nem csinált semmit, idő után Namcsong, hogy ketté vágta a macskát. A kérdés minden igaz zen tanítványhoz az, hogyha ott lettél volna, hogy mentetted volna meg a macska életét? Na, erre szoktunk mattot kapni. Gyógyszer elgurul, biztosíték kiesik, elkezdjük átkozni a zenmester, hogy hát az nem is úgy volt, mert egy zenmester nem ölhet meg egy macskát. Mert ő buddhista. Jelzem, hogy megölhet egy macskát nyugodtan, az az ő karmája. A tiéd meg az, hogy nem mentetted meg. Tehát elhárító mechanizmusok garmadáját mozgósítjuk azért, hogy lehetőleg ne kelljen foglalkozni a problémával. Aztán rájössz, hogy akármennyire akarod elhárítani a saját problémáidat, nem tudod. Tehát lehet egy ideig hárítani, aztán úgy is bekopog az ajtón, ha nem engeded be, akkor meg betöri. Miért ne készülnénk rá a koanokkal, amelyek végül is virtuális történetek? Miért ne mennénk be a kutatóintézetbe, az interjú szobába, ahol lehet hibázni, ahol lehet akár naponta többször újítani, és kísérletezni, ahol megbocsáthatók a hibák. Nem lehet meg nem történtét tenni őket. Bizonyos hozzáállással lehet enyhíteni a hatást, de nem lehet meg nem történtét tenni őket. És ez a tudat csinál belőled felnőttet. És ahhoz, hogy biztonságosabb és egy picit kiszámíthatóbb legyen az életed, tehát az önismereted növekedjen, ahhoz kellenek azok a jelenetek és azok a tréningek, amelyek teljesen megjósolhatatlanok. És a koanok ilyenek. Nem jósolhatod meg erről az oldalról, hogy amikor megoldod, az milyen. Mert nem tudod a megoldást. Sokkal egyszerűbb az, amikor Zhou zenmester meglátogat két remetét, és megkérdezi az egyiket, hogy elérted? A remete felmutatja a nagy, göcsörtös öklét. De Zhou azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Aztán elmegy a másik remetéhez, és azt is megkérdezi, hogy elérted? Na, az a remete is felmutatja a nagy, csukott, göcsörtös öklét. Erre Zhou azt mondja, hogy birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, meghajlok előtted. A kérdés már pedig az, hogy miért értett egyet Zhou az egyikkel, a másikkal pedig nem. Na most ez egy olyan koan, amin már jó páran átmentetek. És nézd meg, hogy amikor két ellentétes pólus között egy picikét rendet kell rakni, hogy ez már mennyit segíthetett neked, hogyha engeded, hogy integrálódjon a mindennapi életbe. Hogy tudod a közös pontokat megtalálni? Hogy nem mész el összehasonlítósdiba, pozitív és negatívba? Mert általában ezek a koanok azt tesztelik, hogy mennyire van még dualisztikus szokás benned. És ha van,
akkor azok frusztrálódnak. Tehát ha ragaszkodsz ezekhez a dualisztikus szokásokhoz, a jó és a rossz ítéletalkotásához, akkor kőkeményen frusztrálod magad. És ezzel a környezetedet is. Tehát a koan gyakorlat az egy hatalmas nagy elvonókúra. Ezért hívják az öngyakorlatot a tudat böjtjének. Kiböjtölöd a saját karmádat, és gyakorlatilag megeszed és visszaforgatod a saját karmádat, és nem pökjük rá a világra, meg egymásra. Na ezért van leszabályozva külsőleg a visszavonulás, azért, hogy belül te kristálytisztán tudj dolgozni. Ezért találták ki az egészet, és alázattal és tisztelettel visszük tovább a hagyományt. Mert erre jó, hogy ébredjünk föl magunkra és a világra egyaránt. Tehát erre jó a koan gyakorlat. Oké? Okay? Igazából a gyakorlattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy én rendszeresen, tehát így elálmosodtam, és ugye én, tehát így gyakorlatilag ilyen snittek vannak, tehát, de akkor egyben elindul egy ilyen, tehát tényleg olyan, mintha az ember elkezdeni belefolyni egy ilyen álomszerű gondolkodásba. Itt csak nem tudom, ugye gyakorlok mellette tehát egy másikféle módszert is, és akkor nem feltétlenül ez a módszer jött be egyből, hogy ki vagyok én, vagy vissza a mantrához, hanem ugye Csonyán Trumpa tanítása alapján, ugye... Picit közelebb a mikrofon. Bocsánat, tehát ugye az jött be, hogy ugye mindig felszínkézzük azt, ami zajlik egy gondolat, és akkor úgy próbálunk visszatérni a... Tehát ez az esetben ez baj, hogyha összekeveredik ez a két módszer? Nem baj, de erőfeszítést kell tenni azért, hogy ne így legyen. Tehát amikor zen gyakorolsz, csak zen gyakorolsz, amikor tibetit gyakorolsz, csak tibetit gyakorolsz, amikor vipasszánát, akkor csak vipasszánát. Tehát nem szabad engedni, hogy keveredjen. Ha spontán keveredik, senki nem fog elítélni téged ezért, magad se ítélj magad fölött, de erőfeszítést kell tenni azért, hogy ezek tisztán megvalósuljanak, különben ilyen hibrid termékek keletkeznek, és bizonyos hibrid termékek balesetveszélyesek. Ezért nem keverjük a dharma irányzatait, hanem mindegyiket kívánságunk szerint a maga tisztaságában és egyediségében megismerjük, a vele szerzett tapasztalatokat szépen magadban rendbe rakod, és utána egy idő után kell egy döntést hozni, hogy mi az úgynevezett root teacher és root tradition. Tehát az alapvető tanítás, alapvető tanító. És azaz a gerinc, azaz a primér hagyományvonal, amely számodra a menedék, az összes többi kiegészítő. És azért kell, hogy hierarchia legyen belül. Nincs belső hierarchia, akkor válsághelyzetben üvöltözés van. Belül. Kívül is. Tehát nagyon kell tudni, hogy mi az a primér hagyomány és primér tanító, amit feltétel nélkül gyakorolsz. Miért? Mert a korábbi feltételeknek megfeleltek. Tehát megbízható a tanító, és beszámítható a tanítás. És hogyha ez számodra eldőlt, akkor azzal kell dolgoznod, nem azért, mert ezért valamilyen külső jutalmat kapsz. Vannak olyan vonalak, ahol még jutalmaznának is, vigyázzunk ezzel. Tehát az ösvény az nem úgy működik, hogy ugrás a karikán és egy kis halacska a végén. És elkap. Na, ez nem az, amit keresünk. Tehát a lojalitás az, amely igazán segít. És ez a lojalitás, ez az odatartozás, ez nagyon-nagyon komoly segítséget jelent pont válsághelyzetben. A válsághelyzet arról ismerszik meg, hogy minden más lehetőség megszűnt. Egy maradt. Azt az egyet megtalálod, megoldottad, koan gyakorlat, ismerős? Azt az egyet nem találtad meg, buktad. És nézd meg, hogy a válsághelyzetekben hányféle pótcselekvéssel rontjuk el saját sorsunkat. Mert azt az egyet, amire ráéreztél, de elhárítottad, nem merted megtenni. Pedig a szívedben ott volt, hogy azt kéne, túl radikális volt, túl szokatlan, túl sokat vesztettem volna vele. És ez visszaköszön a koan gyakorlatnál is, hogy nem merik az emberek a konvencionális gondolkodásukat feladni, vagy meghaladni, vagy csak egy picikét hatályon kívül helyezni azért, hogy valami újat tapasztaljanak. Hogy a paradoxonokat másképp éljék meg. Hogy önmagukról másképet alkossanak.
Mert akkor csak, ha jól értettem, de hát akkor meríteni lehet a többiből is. Bátran. Sőt, ez teljesen természetes. Tehát nem vagyunk monokulturális és monopóliumra nagyon is vágyó emberek. A kizárólagosságot nem szeretjük, a lojalitást azt igen. És ez így oké, ez rendben van. Meríts bármiből, csak az edény az legyen tiszta. A gondolatmentes tudatállapot az tulajdonképpen maga a megvilágosult állapot? Na most ez éppen elég volt. Egyéb kérdés? Ez egy nagyon konkrét kérdés. Testi feszültségekkel hogyan dolgozunk meditációs jelenetben, nyak, váll? Hát... Megfelelő testmozgása, hosszú szünetekben, séta, nyújtózkodom, jóga, és a meditációs gyakorlat befejezése után egy hatalmas úszás, szauna és egyéb ilyen finomságok. És nem lehet, hogy nem. Ezek még... Na, azt nem lehet. De lehet, hogy ezek mesélnek valamit, tehát fontos, hogy most találkozom, vagy ez is olyan, mint egy ki lehet bontani, mint valami. Na most döntsd el, hogy mit szeretnél. Fájni szeretnél, vagy nem fájni szeretnél? Nem fájni. Akkor térj ide vissza a tantienhez, lélegezzél mélyeket, és ne gondolkodj ezeken, ismerd el az érzést, hogy ezek a görcsölő, égető, húzó, szaggató érzések ott vannak, és próbálj meg a lélegzeteddel kapcsolatot teremteni a tantien és ezen testtájak között. Egyébként a nyugodt tantien légzés az olyan, mint hogy az egész tested is szépen lassan pulzálna. Lassan, nyugodtan, és ez egyszerűen felissza és elönti ezeket a kicsike kis fájó pontokat. Mivel a testtípusod az ilyen vékonyságra hajlamos, ezért nagyon könnyen letapadnak az izmaid. És azért kell egy kis mozgás, egy kis nyújtózkodás. Amikor viszont ülsz, akkor minden egyes ragaszkodás az letapaszt egy izomrostot. Tehát szépen old fel a lélegzettel, minél többet gondolkodol rajta, annál rosszabb. Technikához kapcsolódóan mondta a légzésről, szerettem volna kérdezni, ha eljutok az interjúig, majd holnap. Bár, lehet, hogy még ma este. Lehet, hogy még ma este, rendben van, de akkor már most megkérdezem. Az nagyon jó, módon. Igen, mond. Több helyen olvastam, akár a Suzuki-nál, több helyen nem is idézném, amit most is idéztél, a légzés, mint olyan légzés. Nyilván nem megfigyelése, mert nem figyelgettem a légzést, hanem mit is csinálok vele? Egy év válsz vele. Ez lett volna a kérdés, mit, ha elkezdem figyelni már, tehát ugye az már egy más út, ha jól gondolom, egy más. Ezt viszont erre azt mondom, hogy nem tudod rosszul csinálni. Tehát légy a légzéssel. Van egy ilyen, hogy dajkálgatjuk a harát. Tehát itt van a figyelem, itt van a légzés. Figyeled, és egyszer csak egyé váltál vele. Onnan tudod, hogy éber vagy, van térérzeted, de az állandó zaj, a diszkurzív gondolkodás és az állandó hullámzás, ami az érzelmeknek a folyama, ez egyszerűen nincs. És ez egy ilyen áldott, megszabadult pillanat, és aztán pedig megjelenik megint. De legalább már egyszer volt egy pozitív értelemben vett filmszakadás. Már egyszer sikerült a mozigépésznek levenni a tekercset a vetítőgépről. Már egyszer legalább volt valami, ami nem keletkezett és nem szűnt meg. És nem az állandó karmikus akciófilm, amiben szétvérezzük magunkat és másokat. Tehát a lélegzet az nagyon jó és nagyon fontos, de önmagában nem elégséges, mert képzeld el, hogy lesz egy olyan állapot, amikor nem fogsz tudni lélegezni. Ez akkor következik be, amikor úgy lépsz ki ebből a testből, hogy nem is mész bele vissza. Ezt hívják halálnak. És hogyha akkor nincs egy olyan gyakorlat, amely lélegzés független, akkor nagyon nagy gubanc van. Tehát ha valaki 30 éven keresztül csak a lélegzetét figyelte, és semmi más mentális tevékenységet nem végzett, hát annak nagyon nagy meglepetés lesz az, amikor egyszer csak így nyisz, tudatos gondolkodás vége, lélegzet vége, érzékszerű tevékenységek vége, testtudat vége,
háromdimenziós tér, egydimenziós idő vége, és akkor mi van? Na akkor van az a tudatosság, amit ebben az életben vagy kifejlesztesz, vagy pedig szétfröccsensz, mint a karmádnak az ólom ötvözete. Kész. Tehát ezért kell a lélegzet, és ez nagyon jó, mert a lélegzet összeköti a testet és a tudatot. Nagyon szép, nagyon jó. De nagyon fontos az a mentális gyakorlat, amire mi három egyszerű módszert kínálunk ugye ebben a hagyományban, és ebben a templomban, mert azért minden templom egy picit másképp dolgozik stílusában, tehát akár a hangok, akár a kérdés, akár a mantra. Na ez már tisztán tudati gyakorlat. A légzést felhasználjuk, de nem állunk meg a légzésnél. Figyeljük a légzést, vagy egyé válunk a légzéssel. Ebből a szempontból ez nem módszertani különbség, de a mentális tevékenység végig ott van. És ez a tevékenység, nem mozdulat. Tehát a mantrával felállítasz egy világos ciklust, a kérdéssel egy nagyon egyszerű pontot, és a hangzással egy üres teret. Tehát mind a három ugyanabba a szobába visz be, csak az egyik egy ciklussal, a másik egy ismétlődő ponttal, és a hangzás a legmegfoghatatlanabb, ott csak üres tér van. Hát, hogyha nagyon-nagyon kemény belső mozi van, akkor a mantra az kell, hogy szépen megfogjon, és itt tartson, és önvédelmet adjon saját karmáddal szemben. A kérdés az már ugye lapátolom ki a saját alagutamból a saját törmelékemet, és akkor szépen megyek előre. A hang meg már olyan, hogy nincs szüksége semmiféle nagy védelemre, és a tudat már irányba állt, és itt tud maradni akkor is, hogyha szinte semmi segédeszköz nincs. Tehát, ahogy mondtam ezt korábban, ki lehet próbálni mindegyiket, nem keverjük őket, tudod, hogy mikor mit csinálsz, és egy jó pár napig érdemes egyikkel vagy másikkal dolgozni, és utána pedig látod, hogy belül mi történik. Ha nem tudsz dönteni, azért van a tanító, hogy segítsen. Úgyhogy nagyon jó a légzés, nagyon fontos, és a hozzápárosuló tudati technika is, és az a tudatállapot, amely az eredménye, az nem függ majd légzéstől, test jelenlététől, vagy annak a hiányától. Jó? Egyéb kérdés? Bármilyen? Csak így az előzővel kapcsolatban, itt a légzéssel kapcsolatban, tehát ha jól értettem, akkor ugye a légzés, ugye lehorgonyozza a testbe a tudatot, és ezáltal nem csapunk, és ezért tudunk dolgozni ezekkel a technikákkal. Így van. Tényleg a légzés horgonyozza le először. Tehát minden kezdő a légzéssel kell, hogy dolgozzon, és előbb-utóbb elérjük azt a tudatállapotot, amikor már nem a légzés köti meg, hanem a tudat egyben tud maradni. Tehát amikor levetted az öntőformát, és az öntvény már megszilárdult, és ott van. Nekem egy olyan kérdésem lenne, az előzőkkel kapcsolatban, hogy a hallgatás vagy figyelem meditációs gyakorlat az végig is nem kötődik valamilyen érzékszervhez? Eleinte persze, eleinte a hangokhoz kötődsz a hallgatással, ez a hangok felfogásával, de hogy azt mondtam, előbb-utóbb az a tapasztalat, hogy mi az, ami hall. Tehát a hang is segédeszköz, de ott nem állunk meg. A kérdés is segédeszköz, de ott nem állunk meg. A mantra is az, de ott nem állunk meg, de ezek nélkül nagyon nehéz lenne megugrani. Állandóan lecsúsznánk a hullámtaréről, vagy hátra, vagy előre. Vagy a jelenségekbe bele, vagy a semmibe, a látszólagos semmibe. Egyik szélsőség sem jó. Tehát egy hatalmas, nagy mentális szörf mutatvány ebben a pillanatban megmaradni. Óriási. És minden tisztelet azok, akik megpróbálják. Általános, de talán megválaszolható. A bocsánatkérésről érdekel a véleményed. Kell-e, szükséges-e, lehet-e belemenjek jobban, vagy? Ez most így oké? Az igazi kérdés, hogy van-e bűntudat? Van? Igen, és akkor így már konkrétabb lesz, ha válaszolok. Nem tudom, tehát volt olyan eset, amikor engem... Jó, ezzel mondtam, hogy mondjam tovább. Van bűntudat, van bocsánatkérés.
nincs bűntudat, nincs bocsánatkérés. Még akkor is, hogyha formálisan az egyik megvalósul. Tehát te érzed, hogy bocsánatot kellene kérni ahhoz, hogy rendezzed a viszonyt. De ha nincs igazi bűntudat, hogy te tényleg elkövetted ezt, és te tényleg meg akarod bánni, és tényleg beláttad, hogy ez helytelen, mert szenvedést okozott a másiknak ilyen vagy olyan módon, akkor a bocsánatkérés is teljesen felszínes lesz. Az a fontos, hogy legyen egy őszinte mögöttes tartalma. És hogyha ez van, akkor az egésznek van súlya, értelme, működése. Ha nem, akkor formalizáltam valamit, ami igazából nem ment a lelkem mélyre, mert nem engedtem. És a másik emberre a hatása, az már az ő dolga. Ha rád nincs ugyanolyan hatással, akkor a másik emberre sincs. Érezni fogja, hogy honnan jön. Csak a szádból, vagy a szívedből. Egy olyan kérdésem lenne, nem kifejezetten a konkrét meditációs gyakorlattal kapcsolatban, hanem konkrét élethelyzetben. Nyugalmi vagy érzelmi egyensúly vesztés esetén van olyan meditációs gyakorlatszerűség, amit lehet alkalmazni az egyensúlynak a visszanyerésére? Legelső, hogy a lélegzetedet visszanyered. Általában a lélegzetet totál elszáll, amikor egyensúlyt vesztesz. Nem vagy tudatában, vagy megszakad, vagy nagyon erős. Ez az első. Tehát amit nem tudsz érzelmileg és gondolatilag megfogni, azt energetikailag fogd meg. Tehát amikor hatalmas káosz van itt és itt, egyszerűen hozd le az energiát ide köldökcsakrába, és akkor nyugodtan nézz szét a tudatod terében. De amíg ezeken a központokon keresztül akarsz rendet csinálni, csak növeled a káoszt. Tehát gázolajjal nem lehet tüzet oltani. Gondolatokkal nem lehet gondolatokat csillapítani. Érzelmekkel nem lehet érzelmeket megnyugtatni. Tehát valami egyéb kell. És ha ez a pont, ez a meghaladott világos tudat nincs, akkor nagyon-nagyon sokáig és feleslegesen szenvedsz, és szenvedtetsz másokat. Tehát felfigyeltél arra, hogy az emberek egy bizonyos időn belül nem tudják abba hagyni a veszekedést? Mert egy olyan hormonvezérelt állapotba kerülnek, ahol egy öngerjesztő folyamat indul be, ezek egymásnak csattannak, és imádjuk egymás 220-as biztosítékait, hogy jól kiverni. Jó? Tehát minél nagyobbat ütünk a másikon, annál nagyobb kielégülés van belőle. A legállatibb és legatavisztikusabb mozdulat. És csináljuk. Kőkeményen. Tehát ha akkor lenne egy nem mozduló világos pont, ami nem gondolat és nem érzelem, akkor meg lehetne haladni ezt, egy lépést hátra tudnál lépni, teret adnál magadnak és a másiknak, és ez azzal kezdődik, hogy tudatában vagy a lélegzetednek, észreveszed a mozdulatodat, mielőtt lekennél egy nagyot a másiknak, és akkor ebben a térben valami más történik, mint addig, amíg csak a szokások meg a különböző ilyen mirigyek vezéreltek ugye, különböző módokon. Tehát fontos az, hogy először a test és tudat közötti kapcsolatot, hogy ha már nem látsz a pipától, fölment az agyvíz, és meg akar szakadni a szíved, akkor valami más lépjen életbe. És amikor ez a kapcsolat megvan, egy picit ura vagy önmagadnak, akkor ebben a megnyílt, relatíve letisztult térben lehetőséget adsz magadnak, hogy másképp érezz, másképp gondolkodj, másképp beszélj, másképp cselekedj. De pont ez a tér telik be, a lehető leggyorsabban. Elveszítjük a tisztánlátó képességet, és ekkor elkezdünk ítélni. Nagyon gyorsan. Tehát, hogyha elvész erre a tiszta, térszerű tudatra alapozott tisztánlátás, átveszi ennek a helyét az ítéletalkotás. Nekem a megérzésekről lenne kérdésem. Nekem nagyon sok megérzésem van a így jövőre nézve egy emberekkel kapcsolatban is. És hogy lehet ezt összeegyeztetni, hogy maradjak már a pillanatban? Hát, koncentrálj. Na most megérzed, hogy én milyen választ fogok erre adni? Igen, kb. Akkor miért tetted fel a kérdést? Az azért. Mondjál, légy szíves. Milyen választ szeretnél? Hát, amilyet megéreztél, vagy esetleg olyat, amit nem? Mert elég rövidet éreztem még ilyet.
De ennyi nem elég. Látod, hogy hogy mellé lehet fogni a megérzésekkel? Hát a megérzés az vagy működik, vagy nem. Tehát egy olyan tudatállapot kellene, amelyik nem ilyen megérzés függő. Általában a hölgyek itt ilyen érzelmi alapon nagyon sok mindent megéreznek előre, de ez nagyon sokszor nem jön be. Mivel ezek ilyen finomabb érzelmi rezgések, néha bejön, néha nem. És amikor néha nem, akkor nagyon szoktunk bukni, sírás, rívás, vagy dű, vagy ilyen frusztrált egyéb magatartás, és akkor jövünk rá, ahogy a fiú gondolattal néha nagyon sok mindent kifundálnak, ugye, okosba bele, de nem mindent tudnak előre kiszámítani, ahogy a nők nem tudnak mindent előre megérezni. Hát ezért van szükség egy olyan tudatállapotra, amely nem ilyen folyamatfüggő megérzés, függés egyébek. Megéreztél valamit? A legnagyobb tudás erről hallgatni. A legnagyobb akaraterő ahhoz kell, hogy ezt ne akarjam kommunikálni rögtön a másik emberrel, mert egyrészt nem biztos, hogy akarja, még az sem biztos, hogy szüksége van rá, és még az sem biztos, hogy ez a megérzés úgy van. Tehát a legjobb, amit tehetsz, hogy a megérzésed birtokában, hallgatva, figyelve, segítőkészen jelen vagy a másik ember életében. Na most, ha nem vagy jelen a másik ember életében, akkor te átskypolhatod a megérzésedet, de úgy se tud vele igazából mit kezdeni, mert az a te megérzésed, és nem az övé. Tehát a hatható segítség az nagyon fontos, de ez a jelenléten múlik. És így, ha jelen tudsz lenni, akkor te ezzel a megérzéssel a birtokodban készen állhatsz a segítségre, előkészíted a kötszert, mert megérezted, hogy a másik fejére fog esni egy feketére festett tábla. És amikor ez megtörténik, akkor bekötözzük. Ugye? Igen. Helyes. Más kérdés? Köszönöm. Szívesen. Hát, hogy például fontosabb, miért, ha igen, akkor miért fontosabb a zen meditációban, vagy a zen tanulásban a hang a képpel szemben? A kép sokkal jobban megalkotott, mint a hang. Tehát a képhez kell három darab dimenzió, színek, formák, egyebek, egy sokkal nagyobb mentális tevékenységnek az eredménye, a vizualitás. A hanghoz gyakorlatilag világos, hogy kell tér, de nem vizuális tér, hanem csak valami, ahol a rezgés megy, azt nem kell elképzelni. Gyakorlatilag a hanghoz egyetlen egy idődimenzió kell, a hangzásnak a lefutása. A tér is ott van, csak az nem explicit, mert nem látod. A festménynél az idődimenzió az, ami hiányzik, hiszen megfestették, és az tághatárokon belül az úgy van, az nem rezdül meg. A hang az, amihez a legkevesebb képzelet kell, és mivel ennyire eszköztelen, ezért a legmélyebbre megy, a legfinomabb hangrezgések tudnak nagyon mélyre menni, és nagyon messzire menni. És a jelenbe visszahozni. Igen. Igen. Tehát nem kell külön mentális tevékenység ahhoz, hogy te egy hangot meghallj. Ahhoz, hogy egy belső képet te láss, és egy vizuális ugye, tudattárgyal te dolgozz, az egy nagyon komoly tevékenység. Tehát akik háromdimenziós programokkal dolgoznak, azok tudják, hogy micsoda processzor intenzív az, hogy megvan egy háromdimenziós ábrád, és ezt elkezded forgatni, megnézni, belemenni, egy lapját levenni, visszintesre hozni, látószöget váltani, felbontani, részletezni, és ez a vizuális gyakorlatokban mind-mind ott vannak. Tehát ez nagyon jó tudati tréning, de nem jutsz el a tárgyatlan tudatig, vagy sokkal nehezebben jutsz el a tárgyatlan tudatig, mint a hangzással. Ugyanis a hangzásnál bármikor beállhat a csönd. Egyszer csak észreveted, hogy most nem volt semmi. A vizualitásnál nincs olyan, hogy egyszer csak megszakad a kép. Az a kép az addig van, amíg te azt táplálod, mert azt létre kellett hozni. A hangzás az teljesen más. Úgyhogy jobban használható, mert anyagtalanabb, eszköztelenebb. Nem kell annyi mindent elvenni később. Tehát a vizuális habitus az olyan, hogy hogyha nagyon sokáig gyakorolsz egy belső ugye, képet, akkor akármi történik, leülsz, és az van. Sőt, sajnos olyan is van, hogy a valóságra szépen rávetül. Tehát azt kéne látni, hogy a lámpa zöldről pirosra vált, de nem azt látja, hanem a belső képet, mert a belső vizualitás elfedi a külső vizuális érzékszervet. Na ez gubancos, ez nem jó. Jó?
És akkor mit csinálnak a vizuális típusú emberek, azok nem menjenek zenmeditálni? De jöjjenek! Az összes vizuális típusú erre hajlandó ember bátran jöjjön, csak félig nyitott szemmel, vagy legalább résre nyitott szemmel viselje el, hogy az üres teret először látja, aztán pedig érzékeli. És itt lesz a vizuális típusoknak egy hatalmas nagy bónusz, hogy először csak azt a teret látja, amennyire a szeme kinyílik, aztán pedig azt a teret is érzi, ahová a vizuális tudat nem hatol el. Tehát ez mondjuk így max. 160-170 fok, és ezt jobban érzékeled a vizualitás miatt. De amikor ez a kör körbeér, és ugyanolyan térérzeted van elől, hátul és két oldal, tehát 360 fokban ugyanolyan éber vagy, akkor látod meg, hogy itt jóval többről van szó, mint vizualitás. És akkor a vizuális tudatok megköszönik a kiterjesztett tapasztalatot, hogy nem korlátoztuk őket. Jó? Az elején beszéltünk a biztonságról, illetve a kiszámíthatóságról, illetve ugye 7 milliárd ember igényéről ezzel kapcsolatban. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy szintén 7 milliárd ember igénye az, hogy ne féljünk. Létezik-e félelem nélküli élet, illetve hogyan lehet meghaladni a félelmet, mint alapérzelmet? Nézd, meg lehet haladni a félelmet, de tömegszerűen nem. Egyénileg előfordulhat, és ez az egyén és világ ismeretével egyenesen arányos. Minél jobban ismered önmagad és a világot, annál kevesebb akadály van a tudatban. Ezek az akadályok a téves nézetekből, a kapzsiságból és a haragból, mint ez a három alapelem, ebből gyúródnak össze. Ha ezeket az akadályokat te a tisztánlátásoddal, bölcsességed és együttérzéseddel semlegesítetted, és a bejövő akadályokat eszközökké és lehetőségekké konvertáltad át, akkor lehetséges az, hogy egy félelem nélküli életben élj. De ez 7 milliárd ember szintjén nem fog sohasem megvalósulni egyöntetően. Miért? Mert van egy nem túl láthatatlan csoportja ennek a 7 milliárd embernek, amelyek az az érdeke, hogy a többi félelemben éljen. És minden eszközt, politikai, vallási, gazdasági, társadalmi és egyéb eszközt megragadnak arra, hogy félelmet keltsenek, és a félelem az egy rendkívül erős és konkrét motiváló erő. És közvetlenül becsatlakozik az ember három legnagyobb ösztöntípusába, a szaporodó, túlélő és birtokló ösztönökbe. Most ezeket így elektrosokkolni félelemmel, ez gyakorlatilag a lehetőségek tárházát nyitja meg azon emberek előtt, akik mások ugye félelméből élnek. Tehát a birtoklásra vonatkozó félelemkeltés a fogyasztói társadalom motorja. A túlélésre való félelemkeltés az a háborús doktrinák motorja. És a többi. Tehát nem lesz félelem nélküli társadalom ezen a földön azért, mert egoitás és énség alapú társadalmakban élünk. Ha van egoitás, van ellentét, van akadály. Tehát van félelem is. Lebontod az énségnek a falát, megszűnik a ragaszkodás az élethez és a halálhoz, megszűnik az a félelem, ami a három nagy ösztöncsoporthoz kapcsolódik. És akkor nincs akadály, nincs félelem. De ahogy azt az egyik válaszadásban mondtam, sokkal gyorsabban termeljük újra az énség alapú és kőkeményen dualisztikus társadalmakat, semmint ugye a megvilágosodás művével feloldhassuk ezeket az akadályokat. De azért valamilyen szinten kísérletet kell tenni rá, mert hogyha nem teszed, akkor a magad életét is megrontja az, ami látszólag kívülről jön be, pedig nem csak kívülről jön be, reád válaszol a világ. Tehát, hogyha te megijedtél valamitől, akkor nézd meg azt, hogy belül milyen akadály van. Mi az, amitől félsz belül? Mert azt birizgálta a külvilági inger. Sőt, azért vonzottad be a külvilági ingert, hogy ezt megcsapja. Tehát egyéni szinten, sőt, kiscsoportos, család és egyéb szinten lehet félelem nélkül, vagy sokkal kevesebb félelemmel élni, de össztársadalmi szinten ezt nem lehet. A már előbb elmondottak miatt. Jó? Az, hogy te melyik részén állsz ennek a Matrixnak, ez nagyon fontos. Hogy félelmet kapsz, de nem szenveded el, vagy félelmet adsz és félelmet keltesz. Tehát ez egy nagyon komoly döntés. És
nem fekete-fehér a válasz. Tehát ha félelmet keltesz, miért és kiben és milyen hatással, ha félelmet viselsz el, és engeded, hogy magadban félelem keletkezzen, miért, milyen irányban, milyen hatással, nagyon tisztán kell ezt látni. A félelem sem jó vagy rossz, hogyha elkezdek ragaszkodni hozzá, akkor ilyen hideg verejtékben úszom egész nap. Ha pedig úgy teszek, hogy az nincs, és elkezdek egy ilyen narcisztikus, pszichopata magatartást tanúsítani, akkor meg emberek életét dönthetem romba, mert nem vagyok hajlandó elismerni határokat. Nem vagyok hajlandó meglátni más emberekből ugye, a félelmet. Ugye? Tehát ez egy nagyon-nagyon tiszta tudatot és ítéletmentes viselkedést megkövetelő kérdés. Oké? Okay? Tehát ez az elvonulás egy különleges alkalom. Jövő hétre vagy két hét múlva nekünk ilyen lehetőségünk nincs. A hétköznapokban hogyan lehet gyakorolni, hogyan lehet ezt megélni? Hát a jövő héten és két hét múlva nincs, de augusztus 21-től van. A kérdésem leginkább a hétköznapi irányba. Értem én. Hát hogy ne érteni. Tehát ez úgy lehet, hogy a visszavonulás eredményét, ami a te lelkednek a tisztasága és a tudatod egysége, ezt te kiviszed magaddal, és nem is tudnád itt hagyni. Tehát nincsenek ilyen tudati kis dobozkák letétbe, hogy itt hagyom a tiszta tudatomat, és majd úgy hazamegyek, hogy az itt maradt. Nem. Az megy veled. Ez a jó. Ez azért jó, mert amikor a mindennapi élet bedarál, és nem tudod úgy kavarni, hogy a kanál be ne ráncson, ugye, akkor megérzed, hogy na, kéne még egy picit gyakorolni. És akkor rájössz, hogy ez bizony rendszeres napi tisztogatást kíván, hogyha a kedves kis testünket a fürdőszobába remélhetőleg napi rendszerességgel csutakoljuk, akkor a tudatot miért ne? A tudat egy sokkal bonyolultabb rendszer. Tehát azt is érdemes rendszeresen kicsit karbantartani, egy mantrával, egy kis üldögéléssel, bármivel. És akkor az eredmény nem megy el olyan gyorsan, nem vész el a hatás olyan gyorsan, mint egyébként. A kedvencem az, hogy voltak tanítványok, kimentek gyorsan egy 3 hónaposra Koreába, hogy mert az ott intenzív és nagy. És igazuk is volt, intenzív volt, nagyon jó volt, hazajöttek, nem gyakoroltak, olyan hátraszaltót dobtak, hogy azzal, ami kőkemény és még mélyebbre mentek, mint a visszavonulás előtt voltak, mert a maradvány karmájuk így feljött a víz alól, rájuk köszönt, és az összes csápjával így ráment és lehúzta. Ezért kell felnőtt és felelősségteljes magatartást tanúsítani magad felé. Nem nekem vagy a templomnak teszel szívességet azzal, hogy gyakorolsz. Mi mindenkit nagyon szívesen fogadunk, imádjuk, amikor tele van a terem, közösen, csendben étkezik 28 fős, ilyen nagyon együtt vagyunk, ez fantasztikus. De ennél többre van szükség. És az, hogy a mindennapokban egy kis karbantartó mozdulatot végzel azért, hogy te tisztább maradj, mint amit a világ egyébként megengedne, hogy felelősséget vállalj önmagadért és másokért, ez egy idő után elengedhetetlenné válik. És hogyha már eleget gyakoroltál formálisan, akkor nem kell mindig itt órák hosszat ülni, csak reggel fölkezd, és így gatyába rázod a tudatodat egy pár perc alatt. És akkor azzal mész ki az utcára, és nem az álommaradványokkal. Jó? Egyébként annyit még ehhez, hogy ha valaki nem akar otthon gyakorolni, ne tegye. Majd kap két nagy maflást az élettől, nem e-mailt a templomtól, hogy gyakorolsz reggel? Nem. Miért? Nem kérdezünk. Csak elkezdtél valamit, elindult egy folyamat, aztán azt befagy. Most képzeld el, hogy kitalálsz egy nagyon nagy keresztmetszetű lefolyót, amiben nagyon sok szemetet bele lehet engedni, és azt szépen mind elviszi. Ha egyszer csak úgy gondolod, hogy engedem visszaszűkülni a lefolyót. És akkor az összes szemét szépen kidagad, és elönti a konyhát. És akkor az emberek meg vannak lepve. Tehát te döntöd el, hogy mekkora teret adsz magadban a tisztánlátásnak, vagy a karmádnak. Önálló felnőtt döntés. És hogyha rosszul döntöttél, akkor mondom, kapod a maflást a világból, mert nem voltál korrekt magaddal szemben. Oké? Okay?
Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amit nekem tettek fel, csak nem tudtam rá válaszolni, hogy hogyan is van ez, hogy amikor így itt élünk egy ilyen helyen, akkor a gyakorlat igazából nem csak a matracokon, nem csak a matracon és a teremben gyakorolunk, hanem folyamatos ez a gyakorlás, hogy ez hogy néz ki, hogy tényleg akkor bármit lehet csinálni, és közben a tudatunk, tehát ha megtartjuk azt a bizonyos tudatot, akkor mindegy, hogy milyen tevékenységet végzünk-e közben, vagy hogy van ez. Ha most feltennék neked ezt a kérdést, hogyan válaszolnál rá? Én azt válaszoltam erre, hogy én a legjobb tudásom szerint ez olyasmi, mint a szerelem. Hogy ez egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet megfogni szavakkal, leírni és megmagyarázni, viszont hogyha az ember ebben az állapotban van, akkor az valahogy mindig úgy jelen van, és közben tud mindent, bármilyen tevékenységet folytatni, az csak úgy ott van. Na most ez egy édes és boldog ellentmondásban van azzal, ahogy elkezdted a kérdést, amikor is elmondtad, hogy nem tudtál rá válaszolni. Hát nem tudtam rá, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó válasz és megerősítés, vagy akár negálás, vagy bármi, szóval. Tehát a szerelmet nem ismered eléggé, vagy a zent? Mi a bizonytalanság forrása? Mi a zen? Mi a szerelem? Ennyi. Nyugodtan bízhatsz a válaszodban. Tehát, hogyha hibás, majd kiderül. De ha már adtál választ, akkor ez így rendben van. Majd megnézed az eredményét. Új kérdést és teljesen friss kérdést érdemes föltenni. Ezt nem melegítjük újra. Ez így elhangzott, ez így jó, ahogy van. Jó, akkor megpróbálom aktualizálni a kérdést. Hogyan tudom folyamatossá tenni a gyakorlatomat? Hogyan szakad meg? Felállok a matracról és kimegyek az ajtón. Ekkor megszakad? Hát valami megszakad. Mi szakad az meg? Az ülés és a zsibbadás. De ez nem a gyakorlat. Mindig mondtuk, hogy a meditáció nem technika, a gyakorlat nem helyhez kötött. Tehát? Mi szakad meg? Tudatosság. Az mitől szakad meg? Mi vész el? Az egyetlen pont. Elvész. Nem kéne erről ilyen filozófiai eszét írni? Hát nem. Akkor megszakadna. Jó? Tehát nem vész el az egyetlen tiszta pillanat, hogyha nem zsúfolott el a saját gondolataiddal. Tehát mindig, minden pillanatban lásd tisztán, hajd tisztán, cselekedj tisztán, beszélj tisztán, és akkor rendben van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Akkor megkérdezném így összefoglalólag, mi a meditáció és mi a gyakorlat? Mondtad, hogy ugye nem az, ami... Mit látsz most, István? Mit látsz most? Most egy dharma termet. Benne téged, és bennünket. Helyes. Ez a gyakorlat, ez a meditáció. Ennek van formális része, informális része. Van termen belüli, termen kívüli része. De a meditáció és egyben a gyakorlat, az a tiszta tudatod minden pillanatban történő fenntartása. Tehát tisztán látsz belül és kívül. Az ég kék, gyönyörű, szép kumulusz felhőkkel és egy naplementével. Belül látod a gondolataidat és az érzelmeidet. Az érzékszerveid közvetítenek mindent belül és kívül. Ragaszkodásmentesen, világosan irányt tartunk a felébredés és mások segítése felé. Ez meditáció és gyakorlat egyszerre. És egy darab technika nem hangzott el. Miért? Mert a technika segédeszköz, ahogy ez a pohár segédeszköz ahhoz, hogy vizet igyam, vagy igyunk, hogyha már vége van a dharma beszédnek. Tehát nem a poharat isszuk meg, a vizet isszuk meg. A technikára szüksége, amit hogy pohár, vagy kancsó, vagy egyéb edény nélkül nagyon macerás lenne vizet inni. Lehet, csak még a forrás is egyforma, meg a pocsolya, meg a tó, meg a folyó, az is egyforma. Tehát valamilyen technika
az ajánlatos és alkalmatos a gyakorláshoz. És ez jó. De nem a technikát gyakoroljuk. A tudatot tisztítjuk. És éppen ezért ne légy technika függő, de használd a technikát. Hát amikor odakint vagy, csak beszélj, amikor beszélsz. Csak cselekedj, amikor cselekedsz. Ne vegyél el belőle, és ne tegyél hozzá semmit. Ez a just do it, a csak tenni, Sun Tzu alapvető tanítása volt, van és lesz. És itt bent pedig a formális gyakorlattal szépen pucolod azt, amit kell. És így a külső és a belső gyakorlata teljesen egyé tud válni. A formális és a nem formális teljesen egyé tud válni. És az alap nem változik, a felépítmény az pedig szükségképpen változik, helyzethez, kapcsolathoz mérten. Jó? Úgyhogy megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, és azt, hogy most ennyien összegyűltünk, és ennyien együtt gyakorlunk, és hogy ezzel a világos just do it, csak cselekvő, csak látó, csak beszélő, csak gondolkodó tudattal, tiszta, tükörszerű tudattal segítünk magunknak és a világnak egyaránt. Köszönöm szépen, folytassuk!